Forradalom és szabadságharc, országszerte ünnepségekkel és koszorúzásokkal emlékeznek meg az 1956-os eseményekről. Beruházás Pirincsén több mint 60 millió forint topos forrást nyert a település a helyi egészségház felújítására. Édesburgonya, egyre népszerűbb az egészséges zöldség, amely termesztéséhez ideális a klímánk és a nyírségi homokos talaj. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára emlékezünk. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Legyünk bátrak, álljunk ki igazunkért és harcoljunk azért, hogy szabadon és demokratikusan, nyelvünkben, kultúránkban és vallásunkban éljünk itt Magyarországon. Ez 56 legfontosabb üzenete a ma számára, mondta el híradónknak Vinnai Győző, aki hozzátette, az 56-os hősök nem voltak tudatában annak, hogy nagy történelmi tettet hajtanak végre, csupán élhetőbbé akartak tenni egy élhetetlen rendszert. A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagy gyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a lengyel munkás tüntetések iránti szolidaritás kinyilvánítására. A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos, több párti választások, teljes vélemény és szólásszabadság, szabad rádió. Aztán 1956. október 23-a békés tüntetéssel kezdődött, de végül fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Nem voltak tudatában, ők jobbá akartak tenni egy embertelen rendszert, mert 1945 után belopózott az otthonokba, a földekbe, a gyárakba az a gonosz embertelen rendszer, amely terrort hajtott végre az embereken. Hát itt volt az AVH, elvitték az embereket, kiforgatták vagyonukból, és felnőtt közben egy nemzedék, fiatalok, egyetemisták, akik kimentek az utcára, mert eltörölték a sajtószabadságot, és meg akarták javítani ezt a rendszert, élhetővé jobbá akarták tenni. Ehhez pedig a nemzetközi helyzet is adott volt, mondta el Vinnai Győző. Gondoljunk itt a Szovjetunió beli változásokra, a Ruscsov beszédre 56. februárjában, majd a lengyel felkelésre, hiszen szolidárisak voltak a magyar felkelők, a magyar tüntetők, a magyar forradalmárok és szabadságharcosok, meg később szabadságharc lesz ebből, és tulajdonképpen egy élhető rendszert akartak. Ez a szabadság napja volt, és azt gondolom, hogy míg él ez a nemzedék, a Wittner Máriák, a Tóth Ilonkák, a Mansfeld Péterek, akik ott voltak, büszke lehet arra, hogy tiszta, igaz célokért az életüket is kockára tették. Vinnai Győző azt is hangsúlyozta, az 56-os hősök örök például szolgálhatnak minden nemzedéknek. Így napjainkban is fontos üzenettel bírnak tetteik. Elődeink, apáink, nagyapáink, van akinek már a dédapái, bátrak voltak. Bátrak voltak, kiálltak a saját igazukért, és ezt kell tenni most is, 30 évvel, közel 30 évvel a rendszerváltozás után, mert ugye láthatjuk a magyar történetben, hogy a 30-35 évente történik valami, 56, majd 89-90, és most is van egy kihívás, amelyel szembenéz Európa, ez a illegális bevándorlás, és ki kell állnunk saját magunkért, még ha egyedül maradunk is, mert a mi történelmünk azt bizonyítja, hogy sokszor vártuk azt, hogy a Nyugat segítsen, Nyugat-Európa, vagy éppen az Amerikai Egyesült Államok nem segítettek 56-ba. Az 1956. októberi eseményeket évtizedekig csak ellenforradalomként lehetett emlegetni. A fordulópont 1989. januárjában következett be, amikor Pozsgai Imre, az MSZNP vezetőségének tekintélyes tagjaként népfelkelésnek minősítette a történteket. Még ugyanebben az évben, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, a köztársasági elnöki teendőket ellátó országgyűlési elnök Budapesten kikiáltotta a magyar köztársaságot. A rendszerváltozás után összeült első szabad országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án első törvényében az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította.
Nyíregyházán már pénteken megkezdték az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés sorozatot. Az ünnepség részeként megemlékezéseket, valamint koszorúzásokat is tartottak város szerte, mintegy 11 helyszínen. A megyeszékhelyen többek között Nagy Imre domborművét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés végrehajtási intézetnél elhelyezett emléktáblát, valamint számos emléktáblát, síremléket és emlékművet is megkoszorúztak. Energetikai fejlesztés, hőszigetelés, nyílászáró csere és akadálymentesítés. Ezek a fejlesztések valósultak meg a Pilicsei Egészségházban. A beruházásra több mint 60 millió forint topos forrás nyert a Szabolcs megyei település. A közeljövőben a polgármesteri hivatal és a községháza is megújul Pilicsén. Fontos beruházás végéhez ért a Szabolcs megyei Pilicse település. Átadták a megújult egészségházat. Az épület felújítására 40 millió, az energetikai fejlesztésre 20 millió forint támogatást nyert a település. A helyi sportegyesület által elnyert defibrillátor is az egészségházban kapott helyet. A védőnői szolgálat épület olyan 65-ben épült, úgyhogy nagyon nagy szükség volt már a felújításra. Minden megújult benne. Csak a falak maradtak, a tetőzet, teljesen új ablakok kerültek, ajtók kerültek, a vízvezeték, a fűzésrendszer, a burkolatok, a csempék, szóval minden átalakult. Kialakításra kerültek benne akadálymentes mellékhelyiségek, vécék, akadálymentes rámpát építettünk hozzá, úgyhogy teljesen a mai kornak megfelelő az épület. A településen évekkel ezelőtt csak olyan magas önköltséggel tudtak különböző beruházásokat megvalósítani, amelyek megterhelték az önkormányzat költségvetését. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, Pilicse az elmúlt 8 évben többet fejlődött, mint az elmúlt évtizedekben összesen. Simon Miklós azt is hozzátette, mintegy 1,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett a településre ez idő alatt. Szennyvíz beruházás volt az indító kulcsa az egésznek, mert véleményem szerint egy település akkor válik igazán élhetővé és európaivá, hogyha a környezetére vigyáz az ember. Azóta megújult a konyha, amit most adtunk át. A konyha épülete az iskola épületében van különben, és az iskola épületet képületét 2014-ben adtuk át, ez 150 millió forintba került. Utak épültek a településen, mintegy 70 millió forint értékben, megújult a sportpálya a településen, elkezdődött a piacnak az építése, folyamatban van a bölcsőde beruházás, és most átadtuk ugye az egészségházat 60 millió forint értékben, ahol nem csak a házi orvosi rendelő kapott helyet, ezt idézőjelbe tenném, hanem a védőnői szolgálat is megújult. A következő időszakban tovább fejlődhetnek az 5000 fő alatti települések. Novemberben dolgozza ki a kormány a Magyar Falvak programot, amelyben további támogatásra pályázhatnak majd. A program forrás kerete országos szinten mintegy 150 milliárd forint lesz, tette hozzá Román István. A célja az az, hogy a falvakban élő emberek is olyan életminőséghez jussanak, mint a városban élők. Nagyon sok olyan fejlesztés volt az elmúlt években, ami ezt a cél szolgálta, viszont most indul egy nagyon komoly kormányzati program, ami ezt még tovább kívánja erősíteni. Ennek a része egyrészt az utaknak a felújítása, része az, hogy a lakhatást támogassa a falvakban, illetve egyúttal azt is támogassa, például, hogy azok a helyi térségi építési hagyományok, amelyek korábban megvoltak, azok tovább éljenek például, és célja az is ennek a programnak, hogy újabb és újabb intézmények újulhassanak meg. Bízom benne, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ebből a forrásból sok fog érkezni. Átadták a korszerűsített konyha épületét is a településen. Energetikai felújítás, nyílászáró csere és elektromos hálózat megújítás történt. Ez látja el a 200 iskolás és 125 óvodás gyermeket, illetve az időseket is. Összesen közel 450 adag ételt főznek itt nap mint nap. Erre a beruházásra 40 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat.
A nyírség talaja és éghajlati adottságai ideálisak az édesburgonya termesztéséhez, ezért 3 éve útjára indult a nyírségi édesburgonya program. Megyénkben közel 100-an foglalkoznak édesburgonya termesztéssel, bár az ára még nagyon magas a hagyományos krumpliéhoz képest. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt egyre többen keresik a piacokon. A meleg nyárban sok zöldségnek nem kedvezett, az édesburgonyának kifejezetten jót tett. A nyírségi homokon nagy mennyiségben terem a trópusi növény. Ezért jött létre 3 évvel ezelőtt a nyírségi burgonya ZRT, ahol jelenleg közel 100 fő foglalkozik édesburgonya termesztéssel. Az én földemhez ez nagyon megfelel. Homokos, gyümölcsfa, meg ez. Gyümölcsfa most már ugye úgy nálam annyira nem dominál, de ez az édesburgonya az egészséges táplálkozás egyik fő eleme. Az édesburgonya, más néven batáta, a 6. legfontosabb táplálékforrás a világon. Csak olyan alapvető élelmiszerek előzik meg, mint a rizs, búza, burgonya, kukorica és a manióka. Az előkelő helyet az indokolja, hogy nagyon magas a C, B2, B6 és E-vitamin tartalma. Fontos kálium, réz és mangán forrás. A neve ellenére cukorbetegek is fogyaszthatják, sőt kifejezetten ajánlott a számukra. A sok jótékony hatás sajnos még a zöldség árában is megmutatkozik. Az ára egy kicsit még magasabb a rendes burgonyához képest, mert ugye ezt tudni kell, hogy ezt palántázni kell. Ez nagyon sok kézi munkát igényel, hogy gépesíteni is lehet, de sok a veszteség, a gép ezt kézzel kell szedni, kézzel kell ültetni, és a másik dolog az, hogy nagyon vízigényes. Nagyon vízigényes. Ez fut a földön, mint a uborka vagy a tök. Meleg ugye az általában van, így egész jó melegek vannak mostanában. A vizet azt meg én biztosítom, vagy a termelő biztosítja neki, mert ugye az idén elég kevés volt a csapadék, de ezt csak locsolással lehet megtermeszteni. Locsolás nélkül szerintem nincs. Magyarországon pár éve kezdődött az édesburgonya népszerűsége, jelenleg még kevés étteremben kapható. Angliában pedig már egy 1604-ben kiadott szakácskönyv is említette a növényt. 2016-ban a világon közel 105 millió tonna édes burgonya termet, ennek 67%-a Kínában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis- és középvállalkozások jól használták ki az elmúlt évek innovációs lehetőségeit. A magyar állam egy korszakváltás folyamatában van, ezért nem csak európai uniós, hanem hazai források is a vállalkozások rendelkezésére álltak a sikeres fejlesztések érdekében. Ezek a lehetőségek a tervek szerint a következő években is elérhetőek lesznek. A magyar kormány egyik kiemelt célja, hogy 2030-ra Magyarország az 5 legélhetőbb és legversenyképesebb Európai Uniós tagállamok egyike legyen, ahol jó élni és dolgozni. Ehhez szükséges a vállalkozások versenyképességének és hatékonyságának növelése. Ennek egyik legfontosabb eszköze az innováció. Azt gondolom, hogy a magyar kormány egy nagyon helyes döntés hozott akkor, amikor 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési ciklusban úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítja. Ez az ezt megelőző időszakban a szocialisták döntése alapján csak 16% volt. Éppen ezért tudtunk az elmúlt években olyan pályázati forrásokat kiírni, olyan lehetőségeket biztosítani a magyar vállalkozások, a magyar kis- és középvállalkozások számára, amelyik hozzájárult a saját gazdasági sikerességükhöz, a versenyképességük növeléséhez, és ahhoz, hogy olyan nagyszerű innovációkat hozzanak létre, amivel nem csak Magyarországon, hanem az európai és a világpiacon is megállják a helyüket. Az államtitkár szerint Magyarország mer és akar fejleszteni és tervezni. A 2014-2020-as időszakban 9000 milliárd forint állt rendelkezésre a különböző fejlesztések megvalósításához. Ebből 5000 milliárdot már kifizettek, ezzel 200 ezer pályázatot támogatva. Ezek a fejlesztések határidőben, szabályosan, hozzáadott értékkel jó minőségben valósultak meg, mondta el az államtitkár. Ezek a fejlesztések láthatóak mindenfelé az országban. A megyében is, hogyha körbenézünk, akkor számtalan helyen láthatjuk azokat a táblákat, amelyek azt mutatják, hogy itt egy vállalkozás, egy önkormányzat, egy agrárszereplő fejlesztéseket hajtott végre, fejlesztési forrásból, részben az Európai Unió, részben pedig a magyar költségvetés támogatásából. Sanda Tamás kiemelte, legyen szó hazai vagy Európai Uniós forrásról, a pályázatok elbírálásánál a versenyképesség áll a fókuszban.
Az őszi-téli hónapokban közlekedőknek, legyenek azok akár gyalogosok, akár járművezetők, a kedvezőtlen időjáráson kívül a látási, láthatósági viszonyok megváltozására is fel kell készülniük, hívta fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Ősszel és télen több tényező is korlátozza az optimális látási viszonyokat. Lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét és saját magát a megváltozott körülményekre. A hajnali és késő délutáni órákban gyalogosan és kerékpárral közlekedőknek a saját testi épségük, biztonságuk érdekében fontos, hogy láthatóak legyenek az utakon. Ezt hivatottak szolgálni a különféle fényvisszaverő eszközök a ruházaton, esetleg hátizsákon és természetesen a kerékpáron, aminek kötelező tartozékai a világító berendezések, valamint a küllőprizmák is. Jelenleg 57 kárpátaljai fiatal futballista készül és játszik a Várda Labdarúgó Akadémia színeiben. A cél az, hogy a tehetséges határon túli gyerekek a későbbiekben bemutatkozzanak a kisvárdai felnőtt csapatban, valamint a korosztályos vagy a felnőtt magyar válogatott mezét is magukra húzhassák pályafutásuk során. A kisvárdai csapatban már korábban is szerepeltek határon túli játékosok, így a labdarúgó akadémia indulásakor kézenfekvő volt, hogy a nagyobb merítési lehetőség miatt Kárpátalján is igyekeznek kialakítani egy bázist a várdaiak. A kormány Kárpát-medencei futballprogramjához illeszkedve a Munkácsi Labdarúgó Akadémiával vette fel a kapcsolatot a Várda Labdarúgó Akadémia, majd a kapcsolatfelvételt együttműködés követte. Szakmai és pénzügyi vonatkozásban is segítjük a kintieket. Rengeteg alkalommal jönnek át hozzánk edzésekre, az edzők tanulni. Mi is mentünk, kurzusokat tartottunk nekik. Van egy olyan központi programunk, amely a Felsőti Akadémia közösen került kialakításra, amelyet ők is teljes mértékben átvettek, és egy olyan filozófiát fonosítunk meg, amely a felnőtt futballunkban már jelen van az elmúlt 8 év során, fellelhető jegyekkel. Azt gondolom, hogy a kárpátaljai gyerekeknek a mentalitása tökéletesen illik ebbe. Az ő fizikai felkészültségük egy picit a különböző testnevelés óráknak, szemléletüknek másabb, lényegesen erősebbek, akarnokabbak, nem annyira pegyhüttek talán, mint a mi fiataljaink, és ez egy olyan szemléletváltozást eredményezett a klubunknál, az akadémiáknak, amelynek most már az eredménye is egyértelműen mutatják, hogy nagyon jó útra tértünk. És azokat a játékosokat, akik kint tehetségesek közé sorolhatóak és akarnak tanulni is, azokat megpróbáljuk integrálni, megpróbáljuk behozni, akár az iskolába, akár csak a klubhoz, és még kint járnak, suliba átjárnak edzésre egy heti 3-4 alkalommal, meg a meccsekre. A 16 esztendős Viktor Riznicsenko a Deák Béla által irányított U17-es csapat tagjaként szerepel a harmadosztály északkeleti csoportjában. Én Munkácsból jöttem, 2 éve már itt játszok. Itt nagyon jó pálya, minden nagyon jó edzeni, és van nagyon fontos cél, ez nyerni bajnokság, menni tovább, és menni az NB2. A felnőtt együttes keretében 7 Ukrajnából érkező játékos szerepel, az akadémiai csapatokban játszó fiatalok pedig szeretnének az ő nyomdokaikon haladni. Jelenleg 57 játékosunk van Kárpátaljáról. A 2007-es, 2008-as korosztálytól már jelen vannak, nagyon erősek is vagyunk ezekben a fiatal korosztályokban. Azt gondolom, hogy az elmúlt mérkőzések ezt egyértelműen alá tudják támasztani. A játékosok közül sajnos nem mindenki tudja még a magyar nyelvet. Az első évben a magyar oktatásra fektetünk külön hangsúlyt, egy 0. szintet kapnak a játékosok, ahol külön magyar tanárokkal tanítjuk őket, illetve az itteni kollégiumi iskolai elhelyezés is ezt a célt szolgálja, hogy próbálják meg a magyar szociális rendszert magukévá tenni, és az edzéseket természetesen emellett még kiemelt számban is élvezhetik, és úgy gondolom, hogy ez az 57 kiegészülve a mi 150-160 játékosunkkal egy olyan fajta, amit az imént is említettem, plusz pozitív szemléletváltozást eredményezett. A magyar játékosoknak is a mentalitása pozitív értelemben nagyon-nagyon sokat változott, és úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon hasznos mind a játékosoknak, mind pedig a klubnak, és bízom benne, most is már 8-10 válogatott szintű játékosunk van, és most már mennek is a toborzókra válogatotthoz, hogy rövidesen magyar válogatottak sorát fogjuk tudni innen felvonultatni.
A két akadémián közel 60 edző foglalkozik a gyerekekkel, és Kárpátalján kiterjedt megfigyelői hálózat dolgozik azért, hogy egy tehetség sem tűnjen el szem elől. Fejlődik az infrastruktúra is, munkácson hamarosan kollégium, és 6 új pálya segíti majd a fiatal futballisták fejlődését. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 1956. október 23-a békés tüntetéssel kezdődött, de végül fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Több mint 60 millió forintból újult meg a pilicsei egészségház, energetikai fejlesztés, hőszigetelés, nyílászáró csere és akadálymentesítés. Ezek a fejlesztések valósultak meg az intézmény épületében. A közeljövőben a polgármesteri hivatal és a községháza is megújul Pilicsén. Megyénkben közel 100-an foglalkoznak édes burgonya termesztéssel, bár az ára még nagyon magas a hagyományos krumpliéhoz képest, az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt egyre többen keresik a piacokon. A termelők nagy jövőt jósolnak a batáta számára, a nyírség talaja és éghajlati adottságai ugyanis ideálisak az édes burgonya termesztéséhez. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, október 23-án kedden friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!